Békés Csabán immár negyedik éve rendeznek társas játéknapot. Kellemes kikapcsolódást és hasznos időtöltést nyújtott a rendezvény, ahol a stratégiai, logikai játéktól a vicces kártyáig sok mindent kipróbálhattak a résztvevők. Legelőször 2014-ben rendeztük az első társas játéknapunkat. Az elején még mind kétszer volt egy évben, most már évente egyszer rendezzük, úgyhogy ez a 8. alkalom, amikor itt várjuk a játékosokat. A társasjátéknapunkkal az a cél, hogy népszerűsítsük a társasjátékokat, hogy népszerűsítsük azt, hogy jó együtt lenni, hogy együtt játszani. Ez is egy fontos időtöltés a családok részére és a baráti körök részére is. Körülbelül 200 féle játékot hoztunk most. Egészen már a 2,5 éves kategóriában is jelentek meg társas játékok. Nagyon furcsának tűnik, hogy már a picikkel is le lehet ülni, de már vannak ilyen nagyon-nagyon egyszerű szabállyal rendelkező társasjátékok, és természetesen a felnőtteket is várjuk a stratégiai játékokkal. Az idei 2019-es év országjátéka díjat egy különleges logikai stratégiai játék nyerte el. A tesztelési folyamat vezetője beszél stábunknak a díjról, valamint magáról a játékról is. A díj az közönségszavazat, illetve zsűri szavazat alapján dőlt el több kategóriában. Egyrészt nyertünk a játéknap kategóriában, ami azt jelenti, hogy a legnépszerűbb játék volt az országjátéka a játszónapon, illetve a közönség szavazatai alapján a családi társasjáték kategóriában hoztuk el az első helyet. Azaz így lett kétszeres országjátéka díjas, a Castle of Mind. Mit lehet tudni magáról a játékról? Mennyire bonyolult, mennyire nehéz vele játszani? A játék az egy stratégiai játék, kétszemélyes, egy táblán, illetve korongokkal játszok. A szabályok nagyon-nagyon egyszerűek, 3-4 mondatban elmondható, viszont a játék mélységét az pont a bonyolultsága fogja adni, hogyha játszunk, akkor nagyon sok mindenre kell figyelni egy időben. Rengeteg mező van, rengeteg színek, és a szín és a lépés és a mező kombinációja fogja kiadni a játék bonyolultságát. Ezáltal jön létre a fejlesztő hatása a játéknak. A társashozás bármely életkorban kiváló kikapcsolódási lehetőség, olyan az agyunknak, mint a sport a testünknek. Fiatalosan tartja gondolkodásunk és segíti a memória fejlesztését.